Na, Marco, mi volt az? Rajta múlik minden! Sziasztok, srácok, lányok! Itt Zsomálc, köszönök mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon meg fogjuk nézni a három új játékmódot. Mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis még érkezem majd nektek a Griffes Sneak Peek-kel, valamint a Map Maker-es újdonságot, hogy egy külön videót szeretnék készíteni, úgyhogy emiatt is mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Úgyhogy nem is utána az időt, nézzük is meg a három új játékmódot. Ja de, húzom meg tovább az időt, használjátok a Zsomálckodat. Köszönöm szépen, srácok, lányok, meg zsomálc.hu, tudjátok, köszi. Na mehet! Az új játékmódok közül az első, amit játszani fogunk, az a Basket Brawl. Tulajdonképpen kosárra kell lőni, 10 pontig megy a menet, ahogy láttam, és az nyer, aki előbb vagy elér 10 pontot, vagy ha letelik az idő. Kövágunk is bele. Nézzük csak, Markóval és Kleopátrával vagyok. Destro, Bobby és Skiller ellen mindenki az új karaktert hozta, persze. Gyerünk, gyerünk, Bobby. No. Azaz, meg tudtuk védeni. Isten, de furcsa! De furcsa, mi ez? Jézusom! Mi történik? Hát ez nagyon jó lesz. Úristen. Oh my god, hogy eldobta a labdát. Át lehet dobni ugye akkor így a... Oh no! Nem hiszem el! Oh, te viccesen dobja el a labdát. Úristen, ez nagyon hozzá kell szokni. Jó, nagyon szép, híleljünk. Ne, megöltek, és ott a labda jobb oldalt lent. Mi lesz ez a játékmód? Úristen! Mi lesz? Amúgy pont ugyanolyan csapatok vannak. Oh my god. Gyerünk, Marco! De nagyon közel kell menni amúgy. Nagyon-nagyon közel kell, és milyen furcsa, hogy látni az egész pályát amúgy. Nem lehet blokkolni sehogy. Ne! Két pont, hát... Kosárlabda. Ne! Pedig belőttem volna! Oh my god! Ne, gyerünk srácok! Gyerünk! Úristen! No! Belövik! Ez belövik! Bobby, nézzenek oda! Besnyújtott fölül! Oh my god! Ne, ezt elcsesztem. Hát jó, de hát Bobbyval, hát ő egy pro játékos, a világ egyik legjobb játékos, hát ez így, miért nem éledek újra? Éledj! Rajta múlik minden! Ne, és belőtt! Nem belőtte, lejárt az idő! Oh my god! Mi volt ez? Úristen! Össze kell szedni magunkat. Okés, most Bobbyval és Skillerrel vagyok. Nézzük csak. Ne, ezt benéztem. Gyerünk, Bobby, vigyázz. A franc egye meg. Itt amúgy nagyon jó lesz az új karakter, nagyon könnyen tud majd szuper tölteni. Bobby hátrafutott, gyerünk. Gyerünk, Bobby! Let's go, akarok egyet! Három pont! Ja, de lehet három pontosat! Na jó, ez tiszta... Nagyon jó! Mennyire menő már, úristen! Ez tényleg tiszta kosár. Ez tényleg tiszta. Hogyha izén kívülről, a vonalról kívülről dobott be, akkor három pontot ér. Na jó, hát ez zseniál. Ez... Zseniális! Zseniális! Oké, és megöltük egy ember. Gyerünk, srácok, lányok. Lehet nem az új kar... Gyerünk, a Bob... A franc, ugye meg? Jó. Oké, és nem baj. Ez csapatmunka, srácok, lányok. És Bobby, nézd meg, mindjárt belövi. Nem, sajnos. No. Gyerünk, Bobby. Ajjaj, belettünk stunnolva. Szerintem mindkettőnket stunnolta. Gyerünk, Skiller, no. Elrontottál. Aha, több embert is tudsz stunnolni, ez nagyon OP. De szép. A túl messzire lőtte el, így nem érzékelt, aha. Gyerünk, Bobby, gyerünk. Azt megvédelek. Nem bírtam eldobni! Oh god. Mi ez?
Oh my god. Oh my god. Ne! Ne, hiszem el! Aj, zseniál, ez a játékmód a zseni lesz. Ez a játékmód zseniális lesz. Oh my god, de imádom már most. Már most. Második módunk a röplabda lesz, ahol két pontot kell elérni, és vissza kell ütni mindig a labdát, valamint meg kell akadályozni, hogy a más csapat vissza tudja ütni, és ja, ez is biztos király lesz. Na, hát nézzük is meg akkor a következő játékmódunkat, a röplabdát. Itt most botok jönnek mellénkbe, és nézzük csak. Megindul az első labda, arra pontra, amit nem tudtam, hogy micsoda még korábban. Oh my god. Nagyon szép visszaütötték, most nekünk kell futni. Ajaj, ez baj. Ez baj. Gyerünk, bot. Bot. Nagyon szép, visszalöktél. Úristen, nagyon sok időbe telik. És nagyon sok idő a respawn. Ójaj, inkább futok. Nagyon jó. Elég csak ott áll, nem kell semmit csinálni egyébként, ahogy látom. Oh my god. És nyertük! Ó, valakinek mindig hátul kell lennie. Érdekes. Nagyon szép. Meghalok. Nem baj. Gyerünk, bot. Ne! That's a problem! Nem, nagyon szép volt Destro! Gyönyörű, öld meg. Amúgy itt esküszöm megéri nem annyira rámenősen támadni. Hogy lehessen védekezni. Gyönyörű, és nyilván, hogyha közelebbre megy, akkor kevesebb időbe telik. Jó, jön ide. Hol a labda? Nem is látom. Egyre gyorsabb! Egyre gyorsabb a labda. Aja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 j
Nagyon szép! Gyönyörűséges mérkőzés. Wow, ez is nagyon tetszik. Kettőt kell ugye nyerni, a kosárba pedig 10 pontig kell elmenni. Na nézzük csak, és most bennel vagyok. Ajaj, most bejött még egy játékos. Ők most három igazi játékos, nekünk meg van egy botunk. Hát ez nem lesz annyira jó. Ben beálltad a hátulra, nagyon szép. És stunnolva is visszalöki, aha. Nagyon jó. Gyerünk srácok. Gyönyörű, gyönyörű, és van a Bob elére odáig. Wow, amúgy nagyon érdekes ez a játékmód. Annyira más, mint minden, amit eddig láttunk egyébként, nagyon tetszik. Ez így most kicsit unfair egyébként. Úristen, elpullolta. Ez amúgy 200 IQ stratégia. Ne, Jean! Oh my god, a Jean mennyire jó ide. És első Bobby hozta a Jean-t. Á, és visszalökte. Ne, srácok! Fussatok! Fuss! Nagyon szép. Ó, nem bírtam megölni őket. Igen, mert a Deathrot megalom időben, akkor nem tudják visszapattintani. És akkor milyen a labda? Milyen a pont? A Jean az nagyon jó ötlet volt. Nagyon jó, nagyon jó. Szép. Oké, és ide él. De ne, bot, ne. És ott egy pipát is ír, ez nagyon tetszik egyébként. Az baj. Nem baj, Ben visszalőtte. Nem lesz ott nekik senki, Bobby odaért. Bobby, ne. Aj, nagyon szép. Gyerünk, bot. Nem ért oda, úristen. Na, akkor még egy volleyballt, mert ez nagyon gyors volt. Hát valahogy sosem vagyok Bobbyval, ezt nem hiszem. Oh no. Hát persze, Bobby. Hát persze. Na, ha! Úristen! Lol. Gyerünk, ez még jó is lehet. Ne, ha a bot. GL nagyon jó ide amúgy, tényleg. GL nagyon jó. Nézzük meg. Destroval vagyunk. Persze, hogy nem Bobbyval. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, Colette. Jó, gyönyörű. Öld meg, nagyon szép. Hát az újra fognak éredni szerintem időben. Colette is OP. De ne, nem hiszem el! Mindig behozzák a jó counteröket! Az utolsó játékmódunk pedig a Hold the Trophy, ahol minél több ideig meg kell tartani a kupát. Nézzük meg, hogy sikerül-e! Nézzük meg akkor a Hold the Trophy játékmódot. Nagyon kíváncsiak, hogy hogy van a számláló. Mert hogy van megoldva? Aha, százalékok vannak, mint Hot Zone-ban. Tulajdonképpen gyerünkben. A Frank az amúgy egy jó választás volt. Megint nálunk van a bot, ezt nem hiszem el. Eldobta még utolsó pillanatban.
Jaj. Jaj. Oké, és eldobtam. Eldobtam. Nem jó. Amúgy nagyon érdekes ez a játékmód is. Gyerünk benn. Nem bírtam eldobni. Pedig az mennyire 200 IQ lett volna. Mondjuk nálunk van egy bot. Nézd meg, azt tudja, mit csinál. Ne, a bot vitte. Ezt elcsesztem. Ezt elcsesztem. Nagyon érdekesek a játékmódok, úristen. Sokkal jobbak, mint gondoltam amúgy. Jó, van egy szuper. Oké, és nyilván szuperrel messzebb lehet előni, hogyha valakinek erre lenne szüksége. Jó lenne, jönne még egy ember, mert így most mindig 2v3 van. Jó. Oh no, Bobby. Bobby itt már 200 ikuzik. Nézd meg Bobbit! Hát, Bobby, nem hiszem el! És 100 000-ek is megnyerték. Oh my god. Megint Bobby ellenem van, ezt nem hiszem el. Miért kell mindig Bobbynak ellenem lennie? Oda dobta a botnak, lehet nem kellett volna amúgy. Nem baj, vezetünk. Ó, Bobby, gyere! De furcsa, hogy nem éled a kammóval amúgy. Mi történik ott? Get slapped. Oh no, 10 000, hát ez, gyerünk Marco. Nézd meg, eldobja. Mik jól csinálja, gyere. Jó, tartsuk meg. Ne, és visszaspawnol. Nem hiszem el. Ne! Nem baj, szép volt Marco. Jók vagyunk, jövök. Dob. Ne, el kellett volna dobnom Marcónak. A francia meg. Ez nagyon tetszik ez a játékmód is. Úristen! Ezek mennyire jók már, atya-gatya. Azok itt passzolgatnak egymásnak, de... Gyere Marco, Otis. Ne fuss el! Ne! Úristen, nagyon tetszenek ezek a játék, egyszer azt tudom, mi történik amúgy. Megint vesztettük. Bobby! Oh my god. Köszönöm szépen, srácok, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy ez a videó is tetszett. Ha tetszett, csapatok a lájkot, iratkozzatok fel, mint már a videó elején említettem. Ha szeretek a csomackódot, találkozunk a következő videóban is. Sziasztok! Tudod már az unalmas pólókat, pulcsikat? Aha. Akkor várj te is Zsomac legújabb limitált Brawl Stars-os mintájára. Jó. De hol van? Kiváló minőség. 50% Zsomac. 50% Brawl Stars. Szerezd be most te is a Zsomacos termékeidet, de csak limitált ideig. Ajándék Zsomacos aláíró kártyával. Minden rendelés mellé. Csak a zsomac.hu. Link a leírásban. Erre pedig már. Nem lesz szükség. Nem csak pólók, pulcsik, párnák, bögrék, hanem meg annyi jó cuccot találsz.